Ügyesen, óvatosan, nem kell kapkodni, szépen, ügyesen, jó? Jó utat! Itiner a Mitfahrernél, aztán a Zászlójelre indul a túra. Nem verseny. Legfeljebb csak az állomásoknál, az egyes feladatok végrehajtásánál, amihez viszont nem a járművek, hanem az abban utazók ügyességére volt szükség. Kényelmes tempóban teljesítették a kilométereket ezek az öreg autó és motor csodák, mint például ez a 47-es Moszkvics, ami külsőre a régi német Opelre emlékeztet. A háború után ezt hadisarcként elvitték a németeket, a oroszok a gyárral, minden gyártósorral, mindennel együtt, és akkor ők elkezdték egy Moszkvics néven, 401-es Moszkvics néven gyártani. A változtatás annyi van rajta, hogy a kéziféket jobb oldalról elvették, eltették ide bal oldalra, és a váltó az nem botváltós, mint az Opel, hanem kormányváltós. Ez a Fiat 500 Topolino A-modell sem először járta már a hevesi és borsodi utakat. Bárhol megálltunk, azonnal körbefogták a helyiek. Ez volt a legidősebb autó a mezőnyben, 1938-as gyártású. Magyarországon még egy használható párja van. Egyébként rendszeresen használják, még most is. Nagyon szeretem vezetni, meg kell szokni, tehát ellopni nem igen tudná olyan ember, aki ilyenben nem ült. Tehát a beindítása is, azt tudni kell, hogy hidegbe, mikor kell szivatót húzni, mikor nem. De régen ugye ezt, aki vezette, az megtanulta, megszokta. A közelmúlt szocialista országaiban gyártott autók is szép számmal képviseltették magukat, mint például ez a Warburg 312-es. Egy olyan autót szerettem volna, ami ikonikus. Most ha megnézi bárki is ezt az autót, gömbölyű. Mindenhol gömbölyű. Tehát ezen nincs egy centiméter sem, ami egyenes lenne. Úgyhogy muszáj szeretni. Tehát mindenhol, kívül, belül egyaránt gyönyörűséges. Úgyhogy mindenféleképpen ilyet szerettem volna, és ebből van az úgynevezett kiskerekű, meg nagykerekű típus. Hát és a nagykerekű az, ami igazán kuriózum ma már. Nehéz minden évben új helyszíneket találni, de a szervezők jóvoltából idén is több meglepetéssel szolgáltak a résztvevőknek. Így például Makláron, a Tengerész Múzeumban, Szihalmon, a Magyar Tárházban voltak feladatok. Szent Istvánban a többek által az ördög kerékpárjának nevezett négy kerekűvel kellett szó szerint megbirkózni. A jobb oldal erősen szalaj, tehát azzal látható volt, hogy erősen küszködtem, hogy azt helyre húzzam, és a ballal folyamatosan kellett, tehát nagyon erős figyelemmegosztást igényel, erősen jazzdobosnak éreztem magam. Vasárnap délelőtt az Eszterházi téren állították ki a motorokat és az autókat. Nagyon sok embert elfogott a nosztalgia. Az jut eszembe, amikor én fiatal voltam, 50 évvel ezelőtt, 51-el, még ilyenkor is arra gondolok, hogy mintha abban az időben vonnék, mikor ezeket a kocsikat látom. Az esemény zárásaként kor szerint díjazták az autókat és motorokat. A vendéglátó települések és szponzorok külön díjakat is ajánlottak fel. Összesen 97 jármű állt rajthoz az idei 17. találkozón.